A tanácsköztársaság bukása az egész munkás mozgalomnak egy nagy veresége, nagy trauma. Az MSZDP nagy válságot élt át a tanácsköztársaság bukása után, hiszen felelős volt a tanácsköztárságért, pozitív és negatív értelemben is. Ezért, hogy amikor 19 őszén az ellenforradalmi erők hatalomra jutnak, és elindul a bosszú, akkor mindennek a jogi formái, tehát amikor letartóztatnak, internálnak embereket, mint pedig a jogtalan, ugye a különítményesek gyilkosságai a szociáldemokratákat érintették. Az MSZDP addigi vezetése szétesett. Hát a legtekintélyesebb vezetők közül emigrációba ment Kunfi Zsigmond, Garami is. Otthon maradt Peyer, meg Pejl Gyula, és hát az alapkérdés az volt, hogy illegalitásba szorulnak-e, vagy legális módon tudnak működni. Amikor az Antant egy koalíciós kormányt hoz létre, amiben az ő hatására is bekerülnek a szociáldemokraták, akkor úgy tűnik, hogy ugye kormányon vannak, természetesen indulnak a választáson, és a pártvezetés is úgy dönt, hogy elindul. De csak rövid ideig tartanak. Körülbelül 2 hónap sincs addig, amíg ebben a kormányban részt vesznek. De a terrort nem tudják elviselni, hát minisztert akadályoztak valamiféle vidéki csendőrök abban, hogy egy választási gyűlésen felszólaljon. Hát akkor tessék elképzelni, hogy akkor a többivel mi történt. Nagyon sok helyen ugye ezeket az embereket letartóztatják, megverik, erőszakkal lépnek föl velük szemben. Tehát előbb-utóbb annyi panasz, sérelem, jelentés érkezett be a szociáldemokrata vezetéshez, hogy azt mondta, hogy elég, ezt nem tudjuk így csinálni, és január közepén egy bő 10 nappal a választások előtt úgy döntöttek, hogy nem indulnak a választáson. Mégis 70 ezeren üres lappal szavaztak, ezzel mintegy kifejezték azt, hogy ők ellenzik ezt az egész valamit. Bethlen István felismerte, hogy az ország nyugati, igencsak megtépázott reputációját a szociáldemokrata párt, a reprezentatív munkáspárt napi politikába való visszaemelésével tudja valamelyest pozitív irányba fordítani. Mindamellett, hogy a termelés nyugodt mederbe tereléséhez is szüksége volt a munkástömegek megnyugtatására. A másik oldalról a szociáldemokrata párt pedig hát egy pártként működött, nem tekintetett el attól, hogy immáron a politikai arénában, tehát a parlamentben is megmérettesse magát. A szociáldemokraták 1921 végén megkötik a közismert Bethlen-Peyer paktumot. 5 vagy 6 napig tárgyalási nap volt, a Bethlen elnökölt nagyon komoly feltételeket szabott. De biztosított egy, hogy amnestia lesz. Több tízezer embert elengedtek internálásból, vagy megszüntették a rendőri felügyeletét. Szabadon működhetnek a szakszervezetek, zárt helyen összejöhetnek, de utcai tüntetést nem tehetnek. Az agrár népesség szervezésével nem foglalkozhat a Magyar Szociáldemokrata Párt. Le kell mondani bizonyos szervezeteknek a szervezéséről, mindenek előtt a vasutakról, vasutasokról, postásokról, tehát valamiféle módon a közalkalmazotti szféráról. Voltak ebben megalkuvások, de mégiscsak biztosította valamennyire a Szocdem Párt legalitását, nyilvánosságát. És így ugye elkezdhetett a párt újra szervezkedni, majd ugye, amikor a választások kiírásra kerültek, akkor a választási kampányt folytatni. A 22-es választás már lényegében a Bethlen-féle egységes párt, kormánypártnak a hegemon pártrendszere volt, ahol az ellenzéknek nem volt esélye a győzelemre. Visszaállítja Bethlen István 1922-ben a nyílt szavazás. Csak a törvényhatósági helyeken volt a szavazás titkos. A titkos választás győztese pedig egyértelműen a szociáldemokrata párt. Vidéki nagyvárosokban 30% körül eredménnyel, Budapest és környékén pedig 43%. Ez parlamenti helyekben csak 10%-ot jelentett, de az is elég volt a szétaprózódott ellenzék körében, hogy a másodikak legyenek. Egy ilyen trauma után 24 mandátumot szerezni, és a fővárosban a legerősebb párttá válni, ilyen eredményt elérni, ez csúcs. Parlamentben nagyon aktív volt a
a Szociáldemokrata Párt frakciója. A 20-as évek első felét az a szociáldemokrata taktika határozta meg, hogy a rendszeren túlmutató célokat, azokat a rendszeren belülről reformokkal fogják megvalósítani. Működött a Szociáldemokrata Párt frakcióra, természetesen leszavazták őket, tehát tényleges változást nem tudott elérni. A legfontosabb az, hogy rendkívül sok törvényjavaslatot terjesztenek be, olyanokat, amelyeket aztán majd a 30-as években a parlament, a Horthy-féle parlament ugye a saját eredményeként próbál felmutatni, akár legyen szó a 8 órás munkanapról, a nyugdíjakról. Ezek nagyon komoly szociális törvények, intézkedések voltak, igen ám, de ennek az előzménye megvan a 20-as években, amikor a Szocdem párt állandóan bombázza a rendszert, a kormányt, a parlamentet, hogy milyen szociálpolitikát kell folytatni. Befolyásolták mind a közvéleményt, mind pedig ezáltal utána pedig a kormányzati lépéseket és a kormányzati politikát is. Kétségtelen igaz, hogy a Szociáldemokrata Párt talán elhanyagolta a tömegmunkát, talán nem foglalkozott annyit a tagsággal, a tömegekkel. Beszorult egyfajta zárt helyre. A MSZDP politikája végig városi politika volt a korszakban. Itt tudtak megragadni, itt tudtak eredményesek lenni, többször kormánypárti politikusokkal szemben is, még erős szembeszélben is. Nagyon nagy reményeket fűztek például a budapesti önkormányzati választáshoz 1925-ben, és hogy itt győzzenek, össze is fogtak a liberálisokkal, meg is szerezték a szavazatok többségét, de kinevezett képviselőkkel a jobboldal megtartotta a többségét, és lényegében ezzel összeomlott az a elképzelés is, hogy belső reformokkal demokratizálni lehet, akár az országos, akár mondjuk egy olyan jelentős városnak a politikáját, mint Budapest. Az a lehetőség, ami kibillent és lényegében újra gondolásra készteti a szociáldemokratákat, az a gazdasági válság. Amely iszonyatos károkat okozott a magyar gazdaságban is, fölugrott a munkanélküliség, és ebből következően radikalizálódott a proletáriátus, és radikalizálódott a Szociáldemokrata Párt is. Amikor Garami Buhinger hazaér, egy újabb probléma keletkezik, mert ők magukkal hozzák ezt a radikálisabb, határozottabb fellépést. Ebből konfliktus jön a szakszervezeti vezetés és a pártvezetés egy része között, hogyha nagyon sok utcai megmozdulást vagy tömegmozgalmat indítunk el, akkor előbb-utóbb a szakszervezeteket be fogják tiltani. Elindul egy olyan gondolkodás, illetve maga a mozgalom is, hogy hát itt a lehetőség, látszik, hogy a rendszer nem tudja kezelni ezt a válságot, tehát fel kell lépni, komolyabb erőt kell mutatni ahhoz, hogy a válság ellen ugye kormányzati és egyéb segítséget kapjanak a szegények. Szeptember 1-én a Horthy korszak legnagyobb tömegmegmozdulása történt, bizonyos összeütközésekkel, atrocitásokkal, halálos áldozattal. Megnyilvánult egyfajta tömeges elégedetlenség és szembefordulás magával a rendszerrel. 1929-ben a kormány lehetővé tette az agrár népesség szervezését is az MSZDP számára. Először a mezőgazdaságban jelennek meg a válságjelenségek. Ekkor a kormánypártnak nyilván érdekében állt, hogy ezeket a rétegeket egy olyan politikai párt próbálja becsatornázni, amely látható, számon kérhető, adott esetben fenyíthető is. 1930-ban végre a Szociáldemokrata Párt agrárprogramot bocsátott ki, mely a kisbirtokos parasztság megerősítését tűzte ki célul. Liberálisokkal való szövetség hát kudarcba fulladt, és egy másik, egy agrárszövetségesre van szüksége a pártnak, és ezzel természetesen egy vidéki szervezkedés elindult. Azonban a Bethlen utáni kormányok már ismételten a keményebb politikát fogalmazták meg a Szociáldemokrata Párttal szemben. A tüntetés szétverik, a vidéki szervezkedését pedig a
szociáldemokratáknak minden erővel korlátozni. A kormánypárt mindvégig bírta a korabeli közigazgatás támogatását, alispán, főszolgabíró, jegyző, és mindig az adott körülményekhez mérten léptek be egy választás végkimenetelébe. Tehát adott esetben, ha fontos volt az a körzet, és csak egy kis ráhatás kellett volna, akkor elég lehetett néhány főkortes eltávolítása. Máskor viszont az úgynevezett hideg terroron túlmenően a katonaság, legalábbis a csendőrség felvezetése, kardlapozások és mindenféle agresszív viselkedés és adott esetben halálesetek is történtek. A Matuska Szilveszternek a Biatorbágyi merénylete ürügyén lényegében statáriumot vezetnek be, ami hivatalosan a kommunisták ellen irányul, de hogy az egész Horthy korszakban ez a gyakorlatban mindig is a szociáldemokratákon is csattant. A kommunisták elleni föllépések, letartóztatások, vagy éppen koncepciós perek, lásd a Sallai és Fürst elleni pert elbizonytalanították a szocdemeket. Még mindig parlamenti erőként tevékenykedő szociáldemokratákat az elé a elég nehéz döntés elé állítja, hogy most akkor lényegében majd, hogy nem illegalitásba menve fenntartják a ellenállást, és ragaszkodnak ahhoz, hogy ők is az utcán politizáljanak, vagy megpróbálnak visszalépni a parlamenti politizáláshoz. Itt nagyon nagyban befolyásolta őket, hogy szövetségesek nélkül nem akarták ezt a harcot megvívni, és innentől kezdve az egész 30-es éveket ebben a védekező pozícióban töltik el. A 30-es évek második felében a betleni 20-as évek rendszerét kezdik el védeni. A Betlenféle korlátozott rendszer pozitívumait kiemelő polgári frontot kívülről a szociáldemokraták is támogatják, a Gömbös, illetve utódainak a diktatórikus törekvéseivel szemben. Megmondom első és lényeges programomat, azt akarom, és azt szeretném, hogy az én testvéreim megértik az én akarásomat, hogy ebben a fővárosban elsősorban egy nagy nemzeti pártot kívánok, egy olyan pártot, amely a fővárosnak eddigi pártra szakadt, és így nagy alkotásokra képtelen életét, nagy alkotások felé sarkítja. A Friedrich kormány és az azt követő kormányok idején hát rendkívül sok embert tartóztattak le, a börtönök megteltek, a fogdák tele voltak. De a szakszervezeteknek a működését azért elismerik, és a szakszervezetek azért megőrizték a befolyásukat, nem sikerül őket felszámolni, még a Betlennel történt megállapodás előtt sem. A mozgalom és a párt politizálás kapcsolata nagyon érdekesen alakul a szociáldemokratáknál, hiszen ugye itt egy szakszervezeti mozgalomról beszélhetünk, amely lényegében adja a párt politizálás hátterét. A szociáldemokrata párt meg tudta őrizni azt a hagyományát, hogy egybe fonódott tulajdonképpen a szakszervezeti mozgalommal. Tehát aki szakszervezeti tag volt, az többnyire a szociáldemokrata pártnak is tagja volt. Ez egy bejáratott gépezet volt, aminek a struktúrája, a szervezeti működése világos volt. A tagdíjakból épült fel a szervezet, ennek fejébe kapta a belépett szaktárs azokat a segélyeket, amelyekre esetleg jogosult volt. Ingyen volt a munkaközvetítés, a jogvédelem, biztosítottak különféle juttatásokat, munkanélküliségre szóló segélyt, utassegélyt, árvasság, stb. A szakszervezeteknek viszonylag jó anyagi bázisa volt ahhoz, hogy intézményeket teremtsen, munkásotthonokat, olvasóköröket, és a szociáldemokrata pártnak igen komoly hatása volt a tekintetben, hogy a munkások olvastak, gondolkodtak, vitatkoztak, és nagyon sok kulturális mozgalom jött létre a Kebelükben. Nagyobb vidéki városokban mindenütt volt munkás otthon,
és annak ezt fel kellett szerelni, ezt meg kellett működtetni. Rendezvények voltak, felolvasó estek, könyvtárak, és tovább. Ezek a munkás otthonok, ezek tulajdonképpen ilyen komplex kulturális intézmények voltak, ahol esti iskolákat működtettek, tánctanfolyam volt, kártyáztak, természetesen söröztek is. Ezek a munkás otthonok fűtéssel és meleg vízzel és fénnyel ellátva nagyon sokszor valóban a szabadidő eltöltésnek a fix pontjai voltak. Biztosítani igyekeztek a munkásság művelődését, kulturáltságát, ismeretterjesztő tanfolyamok voltak, megmaradtak plakátok, hogy szexuális felvilágosítás is programpontként szerepelt. Általános oktatás is volt, de nagyon szükségek szakmai oktatással is foglalkoztak. Voltak népfőiskola-szerű intézményei a Szociáldemokrata Pártnak, tanfolyamok voltak, sorozatok, amelyeket meghirdettek. A kor hivatalos oktatás politikája az egy nagyon, nagyon diszkriminatív jellegű oktatáspolitika volt. Volt egy magas színvonalú gimnáziumi középfokú oktatás, de a fiatalok többsége, köztük paraszti és munkaszármazásúak többsége nem jutott oda, és ez a kor oktatás politikájának a tudatos következménye volt. Ezt próbálták valamelyest pótolni ismeretterjesztő tanfolyamokkal. A női munka, női védelemmel kellett szembenézni, ez már a gyermekvédelmet is ugye magában vitte, hát a gyermekbarát mozgalmat próbáltak kialakítani, ami hát a családosoknak nem akármilyen jelentőségű volt. Az egyéb civil szerveződések, antialkoholista mozgalmak, a turista mozgalmak, ezek nagyon komolyan segítettek, többek között a személyiségfejlődésben is. A kommunisták mozgatták például a vándorkórust, vagy az antialkoholista mozgalmat, aminek valóban volt egy olyan funkciója, hogy megpróbálja a munkás, különösen fiatalokat az alkoholizmus helyett hát vonzóbb kulturális hívságokra csábítani. És a munkás testedző mozgalom pedig olyan volt, hogy egyrészt elvonultak tornatermekbe mozogni, és egyúttal politikai vitákat is kezdeményezni. Gödön kiépült egy ilyen munkás kolónia. A gödi fészek ugye ebből a szempontból a legismertebb. Megmozdulás, irodalom, képzőművészet. Külön képzőművészet, hát nem tudom, körök alakultak ki, ahol a tehetségesebb embereket felkarolták. Nagyon sokszínű volt ez a kulturális, öntevékeny mozgalmi háló, szinte minden művészeti ágban, képzőművészetben, Derkovics Gyulától kezdve volt egy Hály Károly László nevű festőművész is, aki cikkeket is írt. A zenekultúrában a zenekritikusok és olykor a zeneszerzők megvették előre a koncertjegyeket, és kedvezményesen lehetett koncertekre járni. Az a zeneszerző, aki talán a legtöbbet tette a munkásság zenei művelődéséért, az egyik oldalról Kodály Zoltán, másik pedig egy Szabó Ferenc nevű zeneszerző, akiről manapság kevés szó esik, de annak idején komoly mozgalmi szerepet töltött benne. A sztrájkokról, vagy a direkt politikai akciókról kétségtelenül átkerült a hangsúly az ideológiai, kulturális
munkára, képzésre. Ma úgy fogalmazhatnánk, hogy ki kell bekkelni azt az időszakot, amikor lehetőség lesz újra a tömegmozgalomra. A Népszava sokkal nyitottabb lett, nem annyira pártközleményeket közölt, hanem komoly vitákat. És volt egy folyóiratuk, a Szocializmus című folyóirat, amelyet ekkortól, 34-től Mónus Illés szerkesztett, aki egy autodidakta értelmiségi lett, és egy olyan tág folyóirattá nyitotta a szocializmust, mármint a folyóiratot, amelyben Veres Péter, József Attila meghatározó szerzőként. De ez volt az az időszak, amikor Kassák Lajos, aki egy nagyon autonóm szocialista volt, a maga sajátos nézeteivel, avantgárd költészetével, ő is közel került a szociáldemokrata párthoz, és amikor megkezdődött azért a szociáldemokrata pártnak, és mondjuk a polgári humanista konzervativizmusnak a közeledése is, és a népi mozgalom, amelyik máshonnét indult, de nem csak Veres Péternél, hanem másoknál is, föltűnt a szocializmus hasábjain. A legfontosabb tényezőit ugye a szociográfiák, a nagy szociográfiák 1936-37-ben, ugye I. és Gyulának a Puszták népe, vagy Kovács Imre a Néma forradalom, illetve Féja Gézának a Viharsarok című munkája, csak a legnevesebbeket említsem ehelyütt, óriási, mondhatni átütő sikert arattak. A legérdekesebb a szociáldemokrata kultúrában az, hogy össze tudott találkozni ez az autodidakta és az értelmiségi baloldaliság. Tehát a kor kultúrájában az, amit szociáldemokrata kultúrának nevezünk, az nem valamilyen periférikus, egy szűk proletár kört érintő kultúra volt, hanem legjobb teljesítményeiben a nemzeti kultúra része. Gömbös Gyula követte Bethlen Istvánt 32-től. Gömbös totalitárius államot akart kiépíteni, meg is kezdte, a szakszervezeteket is át akarta alakítani, hivatásrendi kamarákat akart létrehozni, egy átideologizálta még jobban a politikát, és hát a mintaképe Mussolini volt. A Gömbösék egyfajta korporatív munkás szervezettel próbálták kioltani az osztályharcos jellegét a munkás szervezeteknek, és kemény harcot, következetesen harcot hirdettek az MSZDP ellen. Az olasz Dopolaboro és a német Kraftwerk Freude szabadidő szervezethez hasonlóan a Nemzeti Munkaközpont 2 évvel ezelőtt életre hívta a Becsüld a munkát szabadidő szervezetét, mely hazánkban az első és egyetlen országos szabadidő szervezet. A szabadidő szervezet célja, hogy a dolgozó társadalom szabadideit úgy töltse el, hogy a testben és lélekben az egyénre, a családra és a nemzetre egyaránt komoly értéket jelentsen. Bajtársaim, a munkás nem lehet Isten, állam és tőke ellenes. Nem állhat az osztályharc alapján, mert történelmi hivatása van, tehát joga és kötelessége, hogy a többi társadalmi réteggel együtt formálja és alakítsa a nemzet jövőjét. Az állandósuló önvédelmi harc folyt, hogy a szakszereteknek a fennmaradása, önállósága az továbbra is éljen, és lehetőleg a kamaráknak az a gömbösi programja, ez ne valósulhasson meg. Az MSZDP érzi a gömbös, hát ha nem is diktatúra, de azért egy erősebb, szigorúbb, erőszakosabb tekintélyelvű uralom veszélyeit. A szaporodó betiltások, rendőrintézkedések hatására félti a legitimitását és a legalitását, ami érthető. A nagyobb probléma ugye az volt, hogy jön a fasizmus, és az európai fasizálódásnak voltak olyan szociális lecsapódásai, amely a tömegek egy részében visszhangra talált. Tehát a nemzetközi helyzet az nem kedvezett, és ugye Magyarország egy nemzetközi hatásoknak, a nemzetközi politikának jelentős mértékben kitett ország,
És ezért, ami Németországban történik, most már nem csak Hitler hatalomra kerülése, hanem Hitler és a nemzeti szocialista mozgalomnak, a náciknak a sikerei, külpolitikai, illetve propaganda révén hangsúlyozott belpolitikai sikerei bizony nagy mértékben hatottak a magyar politikára. Németországban hihetetlen éles harc folyt a két munkáspárt között, ott elég erős volt a kommunista párt, a szocdemeket munkásárulónak tekintette. És a munkásárulás kapott egy még durvább bélyeget, azt a kifejezést, hogy szociálfasiszta. Mert úgy fogták föl, hogy a szociáldemokraták látszólag a munkások érdekeit képviselik, de valójában a fasiszta politika érdekeinek megfelelően dolgoznak, és ez az álláspont, ez a magyar kommunistákra is jellemző volt, tehát élesen elítélték a szocdemeket, miközben használták a fórumaikat. 35-ben a Kommunista Internacionális új politikát hirdetett, a Népfront politikát, az a fasizmus ellen. Na most ez a magyar pártra is mindkettőre hatott, és megindultak a felismerés nyomán azok a kísérletek, hogy hozzanak létre munkás egységfrontot. Végső soron az lesz, hogy meg kell békélni valamilyen módon ezekkel a lebecsült, lenézett, általunk levésett, nem forradalmának tartott tömegszociáldemokráciát. Bár több törekvés volt, de olyan erős volt a félelem az illegális kommunista pártnak a szociáldemokratákat kompromittáló vagy lebuktató szerepétől, hogy a szociáldemokraták részéről igazi tevékeny közeledés nem volt elképzelhető. De sokkal inkább felelős ezért a kommunista mozgalom, amelyik úgy képzelte, hogy az egységfront azt jelenti, hogy a kommunisták vezetik az egységfrontot, és a szociáldemokraták föladják elveiket, illetve ezt nyíltan is meghirdették, a szociáldemokrata párt vezetése ellenében kell a szociáldemokrata munkásokat a kommunista párt mellé állítani. 37-ben viszont a népi mozgalom és a baloldal köztük a kommunisták és részben a szociáldemokraták között jött létre egy törekvés, ezt hívták márciusi frontnak. A márciusi front mögött háttérmunkában elévülhetetlen szerepet játszott a budapesti egyetemistáknak a köre, többen közülük marxista tájékozódású, a kommunista párttal kapcsolatot ápoló fiatalok voltak. Ezek a baloldali fiatalok későbbiek folyamán a saját vezetőszerepüket fogalmazták meg a dolgok történésében, míg a népiek inkább saját verziójuk szerint a népiek vezető szerepét hangsúlyozták ki ebben az antifasisztaként is méltatott harcban. Ebben Féja Gézának is, de a kommunista Donát Ferencnek is jelentős szerepe volt, ebből viszont a szociáldemokraták szinte kimaradtak. Pontosan nem tudni, hogy miért, a szociáldemokratákban erős fenntartás volt, nem csak a kommunisták, hanem a népiek olykor rasszista nézeteivel szemben is. 37 tavaszát követő időszakban megindultak a márciusi front előadások vidéken is, illetve vidéki városokban is. Itt is hasonló együttműködést regisztrálhatunk. Azonban a 30-as évek végén, és ez már 1938-ra is érvényesnek mondható, már nem tudtak eredményt elérni, ugye teljesen más jelenségek kötötték le a nagy közönség érdeklődését. Mi történik ekkor? Ugye felpörögnek az európai események, megtörténik már éppen március közepén az Anschluss, az ország közvéleménye ezzel kezd foglalkozni, revíziós részsikereket ér el az ország, melyeket a társadalom széles rétegei, mondhatni össznemzeti szempontból üdvözöltek. Ez úgymond kivette a talajt ezekből a politikai törekvésekből. 37-38-tól szigorodott a rezsim,
szétverték a márciusi frontot, a népi baloldal ketté vált, egyik része ment sajnos jobb oldalra, szélső jobb oldalra, nyilasok közé, másik oldalból esetleg illegális kommunista lett, és az antiszemitizmus intézményesülése, vagy inkább azt mondanám újraintézményesülése, a szociáldemokrata párton belül sajnos megerősített egy, mondjuk úgy, kódoltan antiszemita vonalat, és hát le kellett mondatniuk a zsidó származású vezetőknek. A háttérből még dolgozhattak, például Mónus Illés, de a szociáldemokrata párt ahhoz, hogy ne helyezzék törvényen kívül, így is sok mindent betiltottak, kénytelen volt a jobboldali kormány intézkedéseinek valamennyire megfelelni, és nem tudott igazából ellenállni a jobboldali tendenciáknak. A szociáldemokrata párt a hagyományos eszközeivel, gyakorlatával, szakszervezetével bizonyos mértékig a megújulni nem képességével különféle rétegekhez nem tudott eljutni. Az agrárnépességnek a politikai képviselete meglehetősen elhagyatott volt, terep volt a korszakban. Ezt a szerepet nem tölthette be a szociáldemokrata párt. 30-as évek magyar közvéleményét, vagy inkább azt mondom közbeszédét, egy nagyon erőteljes reform, radikális váltás hangulata uralta. Ezt a reform vagy radikális változásigényt, a protest szavazatokat, hogy egy modern fogalmat használjunk, leginkább a szélső jobb oldal tudta ekkor betölteni, nem pedig a lényegében rendszer részévé, régóta részévé vált és abba betagozódott, sőt mondhatjuk beleszürkült szociáldemokrata párt. Most ezt a szociáldemokrata párt nehezen tudta korrigálni, és ugye a parlamenti választásokon, hát volt, amikor ugye csak 14 mandátuma lett, aztán stabilizálódik, aztán ez egyre inkább zuhan, és 39-ben pedig hát a mélypont, amikor csak 5 mandátuma van. Nagyon nehéz úgy kampányolni, hogy tényleg az ember léte, a párt léte forgott kockán, hogy azzal kell csatázni, hogy nehogy betiltsák őket. Ez az az időszak, amikor a szakszervezeti mozgalom is nagyon komoly támadások alá kerül, az újságjaikat már nem engedik megjelenni, a szakszervezeti újságokat, amelyek legalább olyan fontosak voltak, mint a párt központi lapja, a Népszava, sőt, gazdaságilag is nagyon komolyan megszorítják a szociáldemokrata pártot, különböző vizsgálatokat, ma azt mondanák, állami számvevőszék vizsgálatokat indítanak, a szakszervezeteket, felügyelőket neveznek ki az élükre, és azt tudni kell, hogy a szociáldemokraták kampányát mindig a szakszervezetek finanszírozták. Tehát magában a párton belül is egy letargikus hangulat van, és igazából nem látják értelmet a politizálásnak. Ha valamit, akkor a közösségeket, szakszervezetek próbálják megvédeni, és az sokkal fontosabb nekik ebben a szempontban, mint hogy most a választáson 3 vagy 4 képviselőt küldenek a parlamentbe. Tehát nagyon kis ellenálló magok jöttek létre, Bajcsi Zsilinszky Endre körül, meg olykor kommunisták, vagy éppen Mónus Illés körül, de már félig meddig illegálisan. Tehát hiányzott azért a tömeges ellenállás, hiányzott az értelmiség összefogása. A korszellemmel és a belső hangulattal szemben kellett volna eredményt elérniük, ami nem sikerült. Talán nem is sikerülhetett. A revizionista propaganda, az antiszemitizmus nagyon meggyengítették az ellenállást. Szellemileg is, politikailag is, és hát az, hogy Magyarország ide sodródott 44-45-ben, abban szerepet játszik a baloldali összefogás gyengesége vagy erőtlensége is.